A közvetlen támogatások rendszere is annak követelményei jelentősen átalakultak. Az alaptámogatás és zöldítés előírásai helyett életbe lépett a kötelező feltételesség, illetve az önkéntes vállásokon alapuló agroökológiai program, vagyis az AÖP. Annak érdekében, hogy gazdaságunk területei után közel ugyanannyi közvetlen támogatást vehessünk igénybe, érdemes megfontolni, hogy az AÖP előírásai közül is választunk. Az AÖP-ben nagyrészt olyan választható gyakorlatok szerepelnek, amelyek a gazdálkodók számára az előző támogatási rendszerből már ismertek, érthetőek. Egy részük a zöldítésben korábban kötelezően alkalmazott gyakorlat, vagy szerepelt az AKG-ban, az ökóban, de más eleme is ismerősek lehetnek a gazdálkodók többségénél, hiszen már sokan eredményesen alkalmazzák azokat gazdaságukban. Az AOP tehát az alaptámogatás igénybevételéhez szükséges, feltételességen túl már egy magasabb szintű vállás jelent a gazdálkodók részére. Mindezekkel azonban hozzájárulunk a környezet megóvásához, védjük és javítjuk legfontosabb termelőeszközünket, a termőtalajt úgy, hogy közben fenntartható mezőgazdasági termelést folytatunk. Ezt a fajta gondoskodás pedig a haszon növekedésével is meghalálja majd a termőföld.